Tudom, meg kéne már borotválkozni. Én látom, én is, jó van, na. Igaz, az előző futássztorikban említettem, hogy mindig három sztorival fogok érkezni, viszont most négyel jövök, mivel rövidebb sztorik lesznek, és próbáltam olyan sztorikat összeválogatni most, ami azért úgy egy adott témához passzolgatnak, méghozzá a vendégekhez. Kezdjük is el az első sztorival. Valahogy úgy jött ki a lépés, hogy már kimondottam megkésve érkeztem ki az egyik címhez. Konkrétan már úgy éreztem, hogy ezt már nem fogják átvenni, mert 2 órás volt már, ami egy nagyon csúnya idő, nem szoktam ilyet csinálni, de valahogy így jött ki. Nem tudom miért. Becsöngettem, és tudtam, hogy most leszek lebaszva, mert ráadásul nagyon jó környékre vittük, és mondom, itt nyakamat veszik az egyszer biztos. Becsöngettem, egy mély, karcos hang megszólal egyből a kaputelefonból. Ki a faszom? Hát mondom, a pizzafutár vagyok. Ki a faszom? Mondom, a pizzafutár vagyok, jó napot kívánok. A faszom bele, jöjjön fel. Á, itt fogok meghalni, ennyi volt, vége. Köszönöm szépen, nem tudom, kit hívjak föl. Fölmentem, az első emeletem volt, vártam, még nyitották az ajtót, mert nem nyílt egyből. Na, mondom, mindjárt jöhet a elnézést, kérek, nagyon bocsánat, a 2 órás a cím, én tudom, tényleg nem akartam így óriási forgalom, meg a szokásos dolgok, ami tényleg betesz nekünk, és ami miatt nem úgy megy. Narancsárga pulcsiba voltam, lites narancsárga pulcsiba, egy New Yorkeres cuccba, kibaszott, szerettem, rohadt, kényelmes, fajul néz ki. Kinyitják az ajtót, egy kis csaj kijön velem szembe, tett ugyanabba a pulcsiba. Ugyanazzal a felirattal, egymásra nézünk. Mondom, de jó a pulcsit. Jaj, nem a tiéd jobb. Nem rajtad jobban áll. Nem rajtad áll jobban. Ó, nem, te sokkal jobban nézel ki. Ó, nem, adjad már, te jobban nézel ki. Egyébként ennyi a pizza, igen. Á, vagy tényleg jól áll rajtad, esküszöm. Ja, per, ó, nem, kérek jattól, köszönöm. Egész jól a pulcs, igen. És sikerült úgy elmenni, hogy a bocsánatkérés is nem maradt, és szóba sem jött egyébként az, hogy már 2 órája szopakodunk a címmel, és még nem érkezett ki csak akkor. Megmentette narancsárga pulcsit. Következő sztori, ami a cím is a videó alatt, le akarta kitatni. Megérkeztem egy címre, panel, felcsöngettem 9. emeletre. Álló, húha, mondom, jó estét kívánok, meghoztam a pizzát. Jó van, gyere be. Bementem, lift, 9. főzsa. Örültem, hogy most működött a lift, mert volt már olyan, hogy nem. Fölértem, nyílik az ajtó. Álló, szia. Csá, fiatal srác. Meghoztad a pizzát. Igen, meghoztam. Ah, az jó. Szana szét volt az emberünk, be volt tépve, mint az állat. Mennyibe kerül a pizza? 2520 lesz a 2 vagy valami ilyesmi, tudod? 2500-at tudok adni. Nincsen 20 forintom. Várjál egy picit. Visszamegy a tag a szobába, jön ki egy tálcával, rajta 10 felessel, van pálinkám, így elmen. Na mondom, bástya, most hoztam a pizzádat, autóval, és még dolgozom. És így el, ez a jattom, meg a 20 forint, így el már egy picuki, csak egy keveset, na. Mondom, nem akarom, hogy a munkám, a jogsim, minden rámenjen arra, hogy én most itt iszok. Igyel, miért nem iszok? Meg akarsz bántani? Mondom, nem akarom megbántani, de érted, hogy én most autóval vagyok, és így nem működik. 2500. Na jó, köszönöm szépen, el is mentem inkább. Hasonlóan, kész, csávó, megérkeztem a címre, Józsiba. Józsi kisza, csávosz, megy oda hozzá. Bebaszva, mint az atom, a homlokára rá volt írva, head, ugye? Fej. Hát kérdezzük meg, hogy amúgy buli van? Jó a buli? Jó a buli. Látszik. Tehát, hogy úgy gondoljuk, mert a kiírás, hogy tudjuk, hogy melyik micsoda, hogy az meg ahhoz tartozik, ami a kiírás. De már a lépcsőházban lehetett hallani, hogy röhögnek, tehát tuti valami fogadásból következett ez. De további jó szórakozást kívánok. Örülünk annak, hogy nem üzenték utánunk, mint az egyik kollégámnak, hogy megbasszák az anyja hátán, aki ráadásul a legnagyobb kollégánk az egész pintbe futárok közül. Őt azért megbaszni az anyja hátán elég komoly lett volna. És el is érkeztünk az utolsó sztorinkhoz, ami szintén ugye egy vendéggel kapcsolatos. Megérkeztem a címre. Hoppá! Milyen kurva érdekes! Tényleg?
ne basszál föl. 6. emelet, fölmentem, kinyitja az ajtót egy hölgy, mondom, kiskezi, csókolom, nem volt egyébként idős, megadjuk a tiszteletet, mondom, megérkeztem a pizzákkal, 3500 lesz, veszi elő a pénztárcáját, egyszer csak hátulról, kisgyerek, hang érkezik a távolból. Pizza, 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 pizza! És így tudod, így hallod így egyre hangosabban, tehát ez a pizza, 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 pizza! És egyszer csak előtte terem, max 2 éves gyerek, anyaszült mesztelenül, lóválló kis fütyikével, elkapott a rőgő görcs. Bocsánat, csókolom a kisfia kiszal. Jaj, egész nap így van! Hagyja a picsába! Na, bocsánat, hogy beleszóltam, nem azért mondtam, esküszöm, tényleg nem azért hoztam föl, csak mondom, hogy nem... Nem fog megpászni, arra gondoltam! Nem arra gondoltam, csak hogyha egy jön vendégért, ilyenek. Ja, köszönöm szépen! Becsukta is még az ajtón keresztül. Pizza, 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 pizza! Tehát így vannak érdekes karakterek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Tudom, ez most nem volt annyira erős, mint az első, de nyugodjál meg. Van még onnan, ahonnan az első jött. Úgyhogy készülhettem még itt futásztorikra, csak most egy kis lájtosabb továbbmenetet próbáltam beiktatni a következő nagy durranásig. A következő videóban még puszilok mindenkit, iratkozzatok fel, osszátok meg, lájkold a videót, kövessél be Instagramból, tudod meg a Facebook oldalamat is lájkoljad, már légy szíves, mert legyél már geci, hogy csak itt követsz, mert ez buzis. A privát Facebookon is egyébként be lehet követni, ismerősök teljelőjébe, mert nem veszlek be, de bekövetni be lehet. Úgyhogy a következő videóban találkozunk, én Magic voltam, várjátok, aztán majd lesz. Ja. Mert még szerintem olyan 3 videóból elegendő, a sztori biztos, hogy van. És persze ez tud még növekedni is. Úgyhogy... Hello! Sziasztok! Peace!